Molnár Renáta vagyok, két hévízit a Nubius szállodában dolgozom, PR vezető pozícióban. Egy PR-es egy napja úgy telik, hogy vannak a napi rutin feladatok, amikkel ugye minden nap kell foglalkozni, de ami számomra érdekes, az nem az irodai munka, hanem kint zajlik a való életben a szállodában. Egy PR-esnek mindig tudnia kell, hogy a kirakott kommunikációs anyagok hogyan működnek, a vendégek fele az érthető átjön, ezért a pincétől a padlásig mindig minden nap végigjárom a szállodát, mind a két szállodát, hogy lássam azt, hogy ezek működnek-e. Ehhez kommunikálnom kell folyamatosan a kollégáimmal, hiszen ők azok, akik ott dolgoznak azon a részlegen, ők tudják, hogy mi az az adott dolog, ami működik. Ők vannak napi kapcsolatban még inkább a vendégekkel, és ezért nekem is kommunikálnom kell velük, nekem is beszélnem kell velük napi szinten, amit kifejezetten szeretek, hiszen nagyon jó kollégák vannak itt ebben a két hévízi szállodában. Idén pontosan 10 éve kerültem a Danubiushoz, idén jubilálok, mondhatjuk úgy is. Nagyon szeretem ezt a munkát, abszolút rám van szabva. Kreatív, vidám, színes, pörgős, olyan, mint én. Nagyon szeretek emberekkel foglalkozni, valahogy mindig mindenkivel megtalálom a hangot. Amikor én megláttam a Danubius értékprogram kiírását, én nekem már megragadott az érték szó. Nekem nagyon fontos az, hogy kommunikáljuk a kollégák felé, hogy milyen értékesek a szállodavállalat részére, illetve az is nagyon fontos, hogy kifele a vendégek fele kommunikáljuk a Danubius értékeit. Ez úgy érzem, hogy nem mindig sikerült jól, és ez a program ez kifejezetten alkalmas arra, hogy ezt még tovább fejlesztük, tovább javítsuk, a minőséget kommunikáljuk mindenfele. Úgy érzem, hogy a részlegek közti kommunikáció nem mindig tökéletes, vannak ebből félreértések, hogy nem értjük egymás nyelvét. Amit én fontosnak tartok, és azért is örülök, hogy ebbe a külső kommunikációs csapatba kerültem bele, hogy nyílt és őszinte kommunikáció legyen minden részleg között. Felvételiztem a gyakornoki helyemre, akkor megkérdezték azt, hogy hogy látom magam 5 év múlva. És én akkor azt mondtam, teljesen ilyen kiszabadult egyetemistaként, hogy én jó szakember szeretnék lenni. Én ezt azóta vallom, hogy én nem akarok nagyon magas pozíciókat elérni, én jó szakember szeretnék lenni, olyan, akihez az emberek fordulhatnak bármilyen kérdéssel. Nekem ez a célom, ez az álmom. Én ezért dolgozom napi szinten.